Az árvízi felkészülés támogató rendkívüli egyeztetést tartott Sárospatakon Szlovákia és Magyarország katasztrófa védelmi főigazgatója. A két országnak árvíz esetén 5 megyét érintően vannak közös védekezési feladatai, ezért is szükséges a hatóságok együttműködése. Mindkét országban reformokon esik át a katasztrófa védelem, most pedig fontos tapasztalatokat szereztünk be a partnerünktől. Katasztrófa védelmi és vízügyi szakembereink együttműködnek az árvízi biztonság érdekében. A találkozón mindkét ország vízügyi igazgatóságának vezetője jelen volt. A Kassai Központú Vízügyi Igazgatóság igazgatója kérdésünkre elmondta, országukban még zajlanak az árvízvédelmi fejlesztések. A 2010-es árvíz után rengeteg anyagi forrást fordítottunk a károk felszámolására. Komoly gátszakadások történtek, amelynek következtében Magyarországot súlyosabban érintette az árvíz, hiszen nem volt semmi, ami felfogja a vizet. Akkor 6 héten keresztül tartott az árvízi készültség Szlovákiában, ilyenre korábban nem volt példa. Azóta az árvízi biztonság érdekében megkezdődtek a helyreállítások, és a komolyabb beruházások is már a tervezés időszakában vannak. 2010-ben már kiderült, hogy a katasztrófák nincsenek tekintettel a határokra. Akkor több Borsodabaly-Zemplén megyei településen is milliós károkat okozott az árvíz. Annak érdekében, hogy ez ne ismétlődjön meg, az elmúlt 2 évben több milliárd forintot költött a magyar állam. A katasztrófa védelmi szakemberek sárospataki találkozójának egyik fő napirendi pontja volt az információ áramlás felgyorsítása. A múlt héten találkozott Budapesten a szlovák belügyminiszter a magyar belügyminiszterrel, és számos területen megállapodtak az együttműködés fejlesztésében, ezt nagyon jelentős lépésnek tartom. Ennek megvannak a maga területei, nyilván a bűnüldözés, közlekedésrendészet, vízügy és hát katasztrófavédelem kérdése is. És mivel minden magyar állampolgár tudja, hogy a vízgyűjtőkön jelentős hómennyiség van, ezért rendkívül fontos, hogy gyors információcsere, összehangolt cselekvés történjen a szomszédos országokkal. Valamennyi szomszédos országgal tárgyaltuk a kollégáim minden megyei igazgató a vele szembe levő partnerével. Itt a szlovák megyei tárgyalások megtörténtek, és most úgy gondoltuk, hogy országos szinten is fontos, hogy rátekintsünk a tovább lépésre és a most következő esetleges árvízi időszakban való együttműködésre. Mit tudnak kezdeni azzal a helyzettel itt a szlovák féltől, mert tudtuk, hogy ott jelentősebb fejlesztések nem valósultak meg, itt például a Bodrog kapcsán Sátoraljóújhelyben volt árvízi védekezés, Zsolcánál volt azóta fejlesztés, tehát még mindig bajban vagyunk rá. A mi feladatunk alapvetően a magyar folyószakaszok védelme. 10 milliárdot költöttünk 2010 óta az észak, éppen Borsod megye árvízi védelmének a fejlesztésére. 7 új árvízi gyorstározónk van, ez eddig nem volt. Végrehajtottuk a mederkotrást minden jelentős folyónkon, tisztításra kerültek az árterületek, és nem utolsó sorban több térségből is említett néhányat, sikerült körgátat építeni, vagy a meglévő gátrendszert megerősíteni. Úgyhogy mivel az árvíz elleni védekezés ez alapvetően egyébként műszaki kérdés, és egy hosszú távú feladatot jelent, hiszen teljesen világos, hogy az erős gát az jó, a gyenge gát meg nem jó. Ha ki tudunk engedni tározóba vizet, mint Szolnoknál, 2010-es árvíznél a fönti tározókba kiengedtünk vizet, 1,5 milliárd köbmétert, utána mi történt? 70 centivel alacsonyabb volt a árvíz csúcsa Szolnoknál, mint mondjuk 2001-ben a legnagyobb árvízi csúcsban. Ezért a víztározók együttes hatásával, vízkormányzással, szlovákokkal szoros információcserébe és vízkormányzási együttműködésbe egy jóval sikeresebb védekezésre kerülhet sor, ha szükség lesz erre, mint ahogy volt 2010-ben. Most ugye elmondták, ez a 24-72-es kapcsolattartás, ez valóban így van, működik-e, milyen szinten? Ez a megyék között napi kapcsolat van, az ügyeleti szolgálataink, a mi ügyeletünk és a vízügyi igazgatóság ügyelete is. Konkrét, nem általános, hanem egészen konkrét információkat cserélnek egymással a víztározók állapotáról, a hóolvadásról, a vízkészletek felszaporodásáról, az ottani hőmérséklet ingadozásról, csapadéktevékenységről. Nekünk az a célunk, hogy ezt itt mondtam is, hogy egy 24-72 órás előnyre tegyünk szert, tehát ne azt vegyük észre, hogy egyszer csak itt van az árvíz, hanem azt tudjuk, hogy igen, fog jönni, mert ott ez vagy az történt, megnyitják a gátat, vagy megnyitják a víztározót, vagy a hóolvadás üteme miatt nem tudják további vizet, nem tudnak a tározókba engedni. Ez a lényege a mai találkozónak egyébként.
Jó, hóhelyzetről azért mindenképpen megkérdezném, hiszen nem csak M1-es, M7-esen volt, hanem itt vidéken is volt helyzet. Hogyan látta? 9 megyében volt Magyarországon rendkívüli állapot. Vörös riasztást adott ki a meteorológia, 270 000 embert érintett ez. Elzárt települések, veszteglő autók, leszakadt vezeték miatt ácsorgó vonatok, és hát Borsod, Szabolcs, Hajdú megyébe pedig jelentős áramkimaradások, amelyek rögtön hozták magukkal a fűtés kimaradását és az ivóvízellátás zavarait is. Ezek haladéktalan és erőteljes intézkedéseket kellett tennünk, amit Borsodban sikerrel és Hajdúban is befejeztünk. Szabolcs megyébe azonban jelenleg is zajlanak az erőfeszítéseink. Ha látott képeket, erről láthatta, hogy a nagy feszültségű vezetékek rongálódtak, meg volt, amelyik a tartóoszlopok egyszer ketté törtek, fekszenek a földön. A talaj rendkívül nedves, nagyon nehéz rámenni, csak lánctalpasokkal lehet. Óriási mennyiségű anyagot, eszközt és daru speciális eszközöket vittünk a helyszínre. Országos irányító törzs koordinálja ezt az irányító munkát, a Magyar Honvédség is részt vesz a munkálatokba, 10 páncélosával. 5000 emberre főz a Magyar Honvédség melegételt, mindenhova aggregátort adtunk ki, hogy az ivóvízellátás és a szennyvíz elvezetés biztosított legyen. Minden településen, ahol nincs áram, melegedő helységeket tartunk fönt, amelyet több százan vesznek igénybe, és hát azon vagyunk, hogy a mai, holnapi napon lehetőség szerint visszaállítsuk az áramszolgáltatást teljes mértékében. Ennek is lesznek természetesen aztán majd tanúságai, hogy vajon milyen állapotúak lehetnek ezek a áramszolgáltató eszközök, hogy ketté tudnak törni 110 kilométeres viharba, mert hogy a vezetékre az eső ráfagy, és ezért leszakad, ezt értem, csak az a nagy eső, nagy hatalmas travez, hogy tört ketté, azt nem tudom. Nyilván a vezeték szakadás rántotta el, feltételezem. Meg hát ennek a közműtérképét, meg a beavatkozásra képes javító erőket, tehát ezeket nyilván át fogjuk tekinteni, ha vége van a veszélyhelyzetnek, most azonban a felszámoláson dolgozunk. Hogyan látja, hogyan vizsgázott az új rendszer, ahol hát ugye korábbi jegyzőkkel is együtt kellett működni, és átalakult a helyi védelmi bizottság, és önöknek is komoly szervezési feladatok voltak, hogyan vizsgázott a rendszer? Én azt gondolom, hogy egyfajta aggodalom, jó értelemben vett aggodalom mindenképpen előfordulhat egy új rendszerelemnek a vizsgája során, hiszen a járási rendszer a védelmi igazgatás új elemeként még nem került kipróbálásra. Én azt gondolom, hogy minden aggodalmunk szerte foszlott már rögtön a beavatkozás elejétől, hiszen azt láttam, hogy azok a járási hivatalvezetők, akik a helyvédelmi bizottságoknál elnökölnek, illetve azok a hivatalvezető helyettesek, akik a helyi védelmi bizottságnál a titkári feladatokat látják el, nagyon kiválóan együtt tudtak működni a katasztrófavédelmi szakemberekkel, nagyon jól együtt tudtak működni az önkormányzatokkal. Természetes az is egyébként, hogy az állampolgároknak, főleg egy tartósabb áramkiesés idején, vagy akkor, hogyha nem tudnak az úti céljukhoz eljutni és a hófogságába kerülnek, akkor ugye a tűrés határ az jelentősen lecsökken, ingerültek, feszültek, de én azt gondolom, hogy ezt is jól tudtuk kezelni itt a megyében, hiszen az információt igyekeztünk eljuttatni az áramszolgáltatóval is, illetve önállóan is minden egyes állampolgárhoz. Adtunk nekik olyan magatartási szabályokra vonatkozó tanácsokat is, amelyekkel még elviselhetőbbé tettük ezt a szituációt, és megpróbáltunk minden olyan forrást megtalálni arra, hogy az emberekhez eljussunk időben az információval. Én azt gondolom, hogy ez maximálisan jól sikerült. Azt gondolom tehát, hogy az összkép pozitív, és nagyon jól vizsgázott ez az új védelmi igazgatási rendszer. Több kisebb településen panaszkodtak arra, hogy nehezen kaptak információt. Hogyan lehet ezeken a későbbiekben javítani, amikor hát önök is tapasztalják, hogy áram nincs, tehát mondjuk egy falusi hangulatbemondó rendszert és egyébeket nem tudnak használni. Mivel lehet akkor majd, azért ilyen szempontból is le kell szűrni majd a tapasztalat? Természetesen ez el is kezdődött már, hiszen a beavatkozás során mi is láttuk ezeket a nehézségeket. Ugyanakkor az első, amire fókuszáltunk, hogy a melegedő helyeken biztosítsuk a mobiltelefonok, illetve a mobil infokommunikációs eszközök tölthetőségének a biztosítását áramforrások igénybevételével, hiszen ha az emberek nem tudnak hírekhez jutni az elektromos eszközökön keresztül, az egy nagyon komoly kiesés. Természetesen lehet olyan, hogy még ez sem megoldás. Ilyenkor, ahogy ön is mondja, ugye a helyben szokott módon nem lehet a tájékoztatást végrehajtani,
szintén áramhiány miatt. Ilyenkor az következik, hogy mobil csoportok alkalmazásával, hangos bemondókkal felszerelt gépkocsiknak az igénybevételével, ilyen a rendőrségnél is van, illetve a tűzoltóságoknál is van. Tehát ha vannak olyan szabad gépjárművek, amelyek ezt végre tudják hajtani, akkor nyilván ezt előre megírt közleményekkel természetesen meg lehet tenni haladéktalanul, illetve ott helyben lehet olyan csoportokat szervezni, akár polgári védelmi kötelezettség alapján is, akiknek az lesz a feladata, hogy egy-egy ilyen szituációban a polgármester mellett, a közbiztonsági referens mellett ő egy olyan tevékenységet lásson el, ami mindenhová az embereknek az információ eljutatást szolgálja. Egy nagyon eseménydús hétvégén vagyunk túl. Azt gondolom, hogy a Sárospataki járási székhelyű helyi védelmi bizottság jól vette a hétvégi akadályokat. Az első riasztást csütörtökön este, azaz március 14-én este 3:47-kor kaptam a megyei védelmi bizottság titkárától, hogy a helyi védelmi bizottságot azonnali hatállyal össze kell hívnom. Természetesen a telefonos megkereséseket megkezdtem, és 7 óra 5 perckor valamennyien itt voltunk a járási hivatal székhelyén, és összeült a helyi védelmi bizottság. Addigra természetesen már a katasztrófavédelmi elnökhelyettes, illetve a rendőrkapitány a saját szolgálati útján is értesült az eseményekről, így mindenki együtt volt ahhoz, hogy a munkát megkezdhessük. Ülésünkön részt vett még Aros János Sárospatakváros polgármestere is, aki egyébként egész hétvégén mindvégig nagy segítségünkre volt a munkában. A Védelmi Bizottság mikorra összeült? Gyakorlatilag már 2 intézkedést kaptunk a Megyei Védelmi Bizottságtól, amelyre már szükséges volt, hogy reagáljunk. Ezek azt tartalmazták, hogy fel kell mérni, hogy hány fő az, ki esetleg az utakon rekedt a járás illetékességi területén, mennyi a hozzájuk tartozó gépjárművek darabszáma, baleset történt-e. A gépjárművek tekintetében azt is jelezni kellett, hogy teherautóról, személyautóról vagy esetleg tömegközlekedési eszközről van szó, és hát arról azonnal jelentést adni, hogy mi a helyzet a járásunkban. A Sárospataki járásban gyakorlatilag ami a legnagyobb gondot okozta, az az erős szél miatt kialakult havazás, ónos eső, és éppen ezért az esti órákban már nem tudtak a volánbuszok elindulni a járás területére, így azok a utasok, akik a MÁV állomásra érkeztek vonatokkal, jelentős késéssel nem tudtak már hazatérni otthonaikba. 18 fő volt az, akit a MÁV állomáson a katasztrófavédelem emberei vártak, busszal leszállították őket a kijelölt közösségi melegedőhelyre, ez ugye nálunk a Móricz kollégium, és ott a Móricz kollégiumban kaptak éjszakai szállást és meleg teát, vacsorát. Eközben, hogy mindez rendelkezésre álljon, természetesen a kollégiummal felvettük a kapcsolatot, a hetes éttermet kértük, hogy a vacsorában álljon rendelkezésre, segítsenek, mind az ottani teaellátásban, illetve védőitalként, hogyha az utakra kell ebből kiszállítani, illetve hát itt a helyi védelmi bizottság is elég nagy létszámmal ülésezett, hiszen addigra már az operatív törzs is felállt. Körünkben volt még a népegészségügyi szolgálat területi szakembere, aki szintén nagyon fontos volt, hogy itt volt közöttünk, hiszen az éjszakai szállásra érkezők között kiderült, hogy krónikus beteg is van, részére még az újhelyi kórházból gyógyszert is kellett intéznünk, ezt a szakember segítségével tudtuk megoldani, és a tűzoltóság szállította át a gyógyszert részére. A Sárospataki járási hivatalban még az volt egy furcsa helyzet, hogy nem csak a Sárospataki Helyi Védelmi Bizottság, hanem a Cigándi Helyi Védelmi Bizottság is itt kapott helyet, ugyanis kollégáink elindultak Cigánd irányába, és gyakorlatilag néhány kilométer után visszafordulni kényszerültek az időjárási körülmények miatt, illetve azért, mert kaptuk azt a hírt, kaptuk azt a jelzést, hogy Cigándon kora délután óta már akkor nem volt elektromos áram és semmilyen hálózati ellátás. Éppen ezért a katasztrófavédelem is úgy látta, hogy az lesz a legbiztonságosabb, és azért, hogy valóban működőképes lehessen a Cigándi Helyi Védelmi Bizottság is, itt kaptak helyet. A
földszinten, ami a polgári védelmi katasztrófa védelmi megbízottnak az irodája, ott állt fel a cigándi törzs. Gyakorlatilag így a mi épületünkben két védelmi bizottság folytatta munkáját folyamatosan egész hétvégén, egészen a tegnap este 9 órakor történt feloszlatásig. A hétvégén folyamatosan 12 órás ügyeleti szolgálattal tartottuk az ügyeletet. Ez azt jelentette, hogy egy fő a járási hivatal részéről, egy fő a katasztrófavédelem részéről, és egy fő a rendőrkapitányság részéről volt jelen folyamatosan, illetve szükség szerint a polgárőrség, a város polgármestere és egyéb erők is besegítettek. Két óránként jelentést kellett küldenünk a Megyei Védelmi Bizottság felé, illetve számos olyan intézkedés jött napközben a Megyei Védelmi Bizottságtól, amelyre reagálni kellett, illetve részünkről további feladatokat szabott meg. Ilyen volt például az, hogy folyamatosan tájékoztattuk lehetőség szerint a települések polgármestereit, kértünk tőlük is tájékoztatást a települési helyzetről, a lakossági visszajelzésekről, illetve mi is, amit tudtunk, részükre továbbítottunk. Folyamatosan tájékoztatást adtunk arról, hogy az EMAS szakembereivel kapcsolatban állunk, ők milyen tájékoztatást adnak a hiba elhárítási munkálatok előrehaladtáról. A Volán helyi vezetőivel tartottuk a kapcsolatot, illetve a közút természetesen, aki szintén folyamatosan tájékoztatott bennünket arról, hogy hogy állnak a hóeltakarításban, milyen a közutak helyzete, és esetleg ők milyen előrejelzési adatokat látnak. Azt gondolom, hogy nagyon aktív és együttműködő volt a munka a hétvégén, rendkívül határozottan, felkészülten, profi módon állt mindenki a feladatához. Országosan komoly kritikák is felmerültek. Első alkalommal, ugye korábban jegyző volt, most pedig, és akkor nem volt a Helyi Védelmi Bizottságban ilyen szintű feladata. Most először történt ez meg, mi a tapasztalat itt helyi szinten, jól működött-e minden, sikerült ebben az új rendszerben helyt állni? Korábban jegyzőként a Helyi Védelmi Bizottság titkári tisztségét töltöttem be. Sárospatakon és Sárospatak környékén nem ismeretlen az, hogy akár hó, akár árvízi helyzet előfordul. Valóban az elmúlt 12 évben is számos alkalommal vettem részt ilyen védekezési munkában, és segítettem a Helyi Védelmi Bizottság munkáját, feladatát. Azt gondolom, hogy az elmúlt hétvégén szükségszerűen helytáltunk, és mindenki megfelelő módon végezte a munkáját. Én teljes mértékben elégedett voltam a Sárospataki Helyi Védelmi Bizottság tevékenységével. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció tanulmányainak elkészítése jelenleg is zajlik. Ezek tartalmazzák azokat a fő feladatokat, irányokat, amelyek a különböző országos és területi programok kereteit adják majd a jövőben. A tanulmányokat fórum sorozat keretében ismertetik a megyében, Sárospatakon a Városházán mutatták be az elkészült anyagot. A résztvevők két olyan témakörre is felhívták a készítők figyelmét, ami eddig kisebb hangsúlyt kapott a programban. A megyei területfejlesztési koncepció megalkotásának folyamatában elérkeztünk egy olyan stádiumba, amikor meg kell szólítanunk minden olyan szereplőt, aki a területfejlesztésben érintett, így az önkormányzatokat, a gazdálkodó szervezeteket, a civil szférát, és hát egyáltalán a lakosságot. Ezt úgy hívják, hogy társadalmasítás, és tulajdonképpen a társadalmasítási folyamatnak egy exakt állomásán vagyunk ma itt, vagy voltunk ma itt Sárospatakon, hiszen most úgy készül a területfejlesztési koncepció, hogy minden szereplőtől megkérdezzük, hogy mi erről a véleménye. Megkérdezzük, hogy mi a véleménye arról, hogy hogyan látjuk mi a helyzetértékelési anyagainkban már a megyei közgyűlés, az, hogy hogyan értékeltük Borsodabói Zemplén megye helyzetét, ha esetleg valamit másként látnak, azt is meghallgatjuk. Illetve ebből a helyzetértékelésből mi a magunk módján meghatároztunk már bizonyos célokat, bizonyos stratégiai irányokat, és ebben is meg kell hallgatnunk a véleményeket, hogy jól látjuk ezeket a célokat. Itt ma is elhangzott, nevesítenék két olyan témakört, amelyre lehet, hogy akár mi is hamarabb már gondolhattunk volna. Az egyik kérdés az volt, hogy a kis települések kérdéskörének problémaköre az miért nem jelenik meg markánsabban az anyagban, és én ezzel ugye, mint a
Kisposta mozgalom egyik harcosa, teljesen azonosulni tudok, és hát valóban fel kellett ismernünk, hogy ez még eddig nem szerepel elég markánsan, hangsúlyosan az anyagban. A másik pedig egy olyan javaslat volt, amely arról szólt, hogy a halászati tevékenységek és a halászati tradíciók markánsabb kiemelése indokolt lenne az anyagban. Ezt is hangsúlyozottan ki fogjuk emelni. Borsodabói Zemplén megye esetében, és hogyha itt a zempléni térségre is tekintünk, akkor mit lehet kiemelni a helyzetértékelés, és a jövőkép szempontjából hol állunk most, mit kellene elérnünk? Természetesen azt kell, hogy mondjam, hogy a sikereink és az adott pozitív adottságaink mellett azért reálisan értékelnünk kell azt is, hogy hogyan néz ki Borsodabói Zemplén megyében a munkaerőpiaci helyzet, hogyan néz ki tulajdonképpen a lakosság migrációja, egyáltalán a lakosságnak a demográfiai helyzete, amely a helyzet értékelésnek szintén egy markáns eleme volt, hiszen hogyha nem jól határozzuk meg azokat az adottságokat, amelyekben reálisan élünk, akkor rosszak lesznek nyilván a célmeghatározások is. Ezeket mindenképpen ki kellene emelni. Illetőleg én úgy gondolom, hogy szintén a helyzetértékelésnek a része az is, és a jó helyzetértékelésnek a része az is, hogy azt a bizonyos ötös, ha úgy tetszik, programpontot, amit itt kiemeltünk, a Borsodi tengely, a Zemplén térsége, a Cserehát térsége, Miskolc és a Mezőköves Tiszaújváros logisztikai tengely, ez is szintén az adottságok között értékelhető, hiszen már a meglévő ipari tengely, a meglévő mezőgazdasági területi adottságok, a rurális térségek kérdésköre, Miskolcnak a egyetemváros jellege, illetőleg a high-tech központi jellege mindenképpen predesztinál ilyen irány meghatározásokat. Borsodabói Zemplén megyében a foglalkoztatás bővítését, az innovációs tevékenység élénkítését, a helyi tradicionális termékekre épülő gazdaság fejlesztését, valamint a megújuló energián alapuló növénytermesztést szeretnék elsősorban fejleszteni. A koncepció Sárdaspatak térségére külön is kitér. Beszéljünk Zemplén is térségéről. Jegyző úton hallhattuk, hogy milyen elképzelések vannak megyei szintre. Beszéljünk egy kicsit haza Sárdaspatak és környékére. Hogyan látják a megye szempontjából a területfejlesztés irányába itt a környéken? Mit is tudnak elképzelni a jövőben? Hát ahogy az már elhangzott, ugye öt fejlesztési tengerre osztottuk a megyét. Ebből az egyik az a Zemplén térsége. Itt ugye az anyagban és minden térség tekintetében ugye az erősségekre és a lehetőségekre alapozva azokat az erős pontokat és kitörési pontokat próbáltuk figyelembe venni, ami egy térség fejlődéséhez hozzájárulhat. Itt mi úgy gondoltuk, és nagyon fontos megjegyezni azt, hogy nem kizárólagosan ezekre a fejlesztésekre irányul a koncepció, hogy nyilvánvalóan a szőlő és borászat, szőlőtermesztés borászat ugye az kiemelkedően fontos ebbe a térségbe. Tehát ennek a fejlesztése szükséges. Erre alapozva nyilvánvalóan a foglalkoztatás egyrészt, másrészt pedig ugye a kézművesség, ami egyébként elhangzott itt a fórumon is, hogy a helyi termékeket itt helybe kell feldolgozni és lehetőleg eladni. És nem utolsó sorban ugye a turizmus, hiszen ez a térség, én azt gondolom, de hát tudjuk mindannyian, hogy természeti értékekben és kulturális értékekben gazdag. Amikor olyan problémákkal kell megküzdeni, hogy mondjuk Sárdaspatak térségében munkaügyi központ adatait fogom most mondani, mondjuk csak minden 6.-8. ember rendelkezik diplomával, vagy még ettől is rosszabb az arány, vagy éppen nem piacképes az a diploma, illetve minden 3. ember még 8 általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik, akkor egy fejlesztés kapcsán önöknek valami egyáltalán az eszükbe jut, hogy mit lehet ebből az emberekből kihozni? Hát természetesen, ugye a prioritások között a halmozottan hátrányos helyzetűek foglalkoztatása az egy külön helyet foglal el. Ugye természetesen a Európai Uniós stratégiákhoz, illetve célokhoz illeszkedően mindenféleképpen elsődleges az, hogy a foglalkoztatás és a gazdasági versenyképesség növekedjen. Nem csak a Borsodabói Zemplén megyében, hanem ugyanúgy Zemplén térségében is, mint az országban. Tehát ez az elsődleges célpont. Nyilvánvalóan, hogy a halmozottan hátrányos helyzetűekkel és a képzetlen munkaerőnek a helyzetével foglalkozni kell. Ez egyébként nyilván nem versenyképességi, hanem egyrészt szociális, tehát például, ahogy elhangzott itt a
fórumon, ugye a közmunka program is ezt szolgálja, de nem minden esetben lehet foglalkoztatási kérdésként kezelni a halmozottan hátrányos helyzetűek problémáját. Turizmus, ön is említette, fajsúlyos jövőbeli lehetőség, viszont ugye elhangzott, hogy 2014-től ilyen irányú pályázatokra nagyon nem lehet számítani. Ami van, lényegében abból kell majd megélni, illetve egyes fejlesztések megvalósulhatnak. Viszont polgármesterek is elmondták, hogy ahhoz, hogy a turista ide jöjjön, ahhoz kellene út. Önök is tapasztalhatták Miskolctól, hogy nagyon rossz állapotban van, hogy ez a tyúk és a tojás, hogy mi, minek az eredménye. De sok minden napot dolog hozzájárul. Turizmusban a lehetőség bor szempontjából elmondta, hogy megvan, látják, tapasztalják, de az utak problémája is kérdéses, és ez nagyon fajsúlyos ugye a térségben. Erre kérdeznék rá, ugye koridort beszéltek, hogy ezeket támogatja az Európai Unió, 4 számjegyű utakat nem, környék viszont ezzel van tele, és az egész megye is. Mi várható akkor a folytatásban? Hát ne ígyunk előre a medve bőrére, hogy így mondjam. Valóban a jelenleg az Európai Uniós trendek azt mutatják, hogy a nemzetközi koridorokat szeretné támogatni. Ugye a 4-5 számjegyű utak fejlesztésére a 2007-13-as időszakban volt lehetőség a regionális operatív programokban, itt a megyében is, illetve a többi régióban is. Én azt gondolom, hogy egyrészt nyilvánvalóan van más lehetőség is utak fejlesztésére, de ez hazai forrást igényelne. Nem biztos, hogy a magyar költségvetés ma ezt elbírja, tehát szerintem, illetve mondhatom azt, hogy szerintünk mindenféleképpen valamilyen módon ezeket a fejlesztéseket bele kell tenni az Európai Uniós programokba. Mert egyébként valóban úgy van, ahogy ön mondta, a térség megközelíthetőségével probléma lesz, ha csak már nem az van. Hiszen most is ugye, ahogy eljutunk Sárospatakra, illetve Sátoralja új helyre, hát el kell, hogy mondjuk, hogy folt-folt hátán van. Végezetül pedig a menetrend. Most elkészül megyei szinten a társadalmi egyeztetés. Önök utána a javaslatokat, észrevételeket összedolgozzák, továbbítják, elkészül az országos, és utána mi történik? Többször hallottuk, hogy különböző tervek készültek. Forrás és a további hogyan alakulnak? Hát úgy alakulnak, ugye, hogy ennek a megyei fejlesztési koncepciónak illeszkedni kell az országos területfejlesztési koncepcióhoz, tehát nyilván meg kell várni a végleges elfogadással, amíg az országos területfejlesztési koncepciót el fogják fogadni. Ez várhatóan május-júniusban fog bekövetkezni, utána tudjuk elfogadni a miénket, de természetesen mi addig dolgozunk, tehát nyilván itt lesz egy hónapos slip körülbelül, amíg elfogadják a koncepciót, és mi az esetleges addig felmerült új dolgokat, amik országosban szerepelnek, átvezetjük a megyeibe. Tehát csak utána tudjuk elfogadni. Utána, illetve nem csak utána, hanem ezzel párhuzamosan már meg fog indulni a programozás. Tehát ugye a koncepció, ahogy itt elmondtam az előadásban is, az nem az Európai Uniós pénzek lehívásának a technikája tulajdonképpen, ez egy tágabb kontextusba helyezi a megyét, tágabb fejlesztési elképzelések vannak benne. Viszont a programozás a 2014-20-as évre már a forrás lehívás technikája, tehát abba majd csak olyan programok, olyan prioritások, olyan intézkedések szerepelhetnek, amik az Európai Uniós célokhoz, illetve a 11 Európai Uniós prioritáshoz csatlakoznak. A megyei területfejlesztési koncepció társadalmi vitája március végéig tart. Az országos koncepciót várhatóan a nyáron fogadja majd el a parlament. Ezt követően hangolják majd a 2014-es uniós pályázati lehetőségekhez.